vagyok, üdvözöllek a csatornámon. Április 14-e van vasárnap, és a mai nap különlegessége, hogy felújítom a fürdőszobánkat. Kettő fürdőszobánk van, az egyik felújítását már láthattad itt a csatornámon, hogyha még nem látod, akkor nézd meg mindenképpen. Viszont most a második fürdőszoba felújításáról van szó. Ugyanolyan stílusú lesz, mint a másik, a kisebbik fürdőszobánk. Nagyon izgatott vagyok, mert szeretem az ilyen projekteket, úgyhogy gyere, tarts velem! Íme, ez itt az alanyunk. Innen indulunk. Innen indulunk. Ezt kell itt lefestenem szépen-szépen. Már megvettem ezt az új kis függönyt ide. Itt van egy ilyen kis beépített szekrény. Ki kell szednem a polcokat, ezek itt mozdíthatóak, le kell csiszolnom a polcokat, ki kell festenem a falat is.
most, hogy itt ücsörgök és iszogatom a kávémat, az jutott eszembe, hogy körbevezetlek a ház körül, mert kertészt is hivattunk 2 héttel ezelőtt, hogy tegye egy kicsit rendbe a kertet. Azóta a fű ugyan megnőtt, úgyhogy jövő héten fűnyírás lesz. Rendbe tettük a kis virágágyásokat, bár az még mindig nincsen kész, de hát szépen sorjába haladunk mindennel. Na gyere, bemutatom, hogy hogy állunk. Ilyen most a kis ház eleje. Ezt az előző videóimban láthattad. Itt volt egy hatalmas nagy katasztrófa. És most ilyen szépen így beültettük. Viszont vannak dolgok, amiket ki akarok venni. Szia, Mici! Vannak dolgok, amiket ki akarok venni, mert abszolút nem volt jó döntés ide rakni, és vannak más ötleteim, hogy miket akarok ide betenni. Úgyhogy ez egy szebb állapot, mint ami volt. Nagyon kis csinos, de nem végleges. Ott egy Mici. Micikém! Szia! Szia, Mici! Szia! Hát te nagyon aranyos vagy. Gyere, csak ide, Babi! Na, gyere! Mit csinálsz? Mit csinálsz? De szép vagy te, Mici! Figyelj! Majd lakta, Nyusi sajtata. Te kis piskota! Na és most itt vagyok a hátsó kertben. Megmutatom, hogy hogy állunk jelenleg. Így vagyunk. És akkor mondom, hogy mi az, ami jelentős mértékben változott. Micike mindenhol ott van. Szervusz, babám! Szóval a kertésszel igazából innen kivetettem mindent, mert egy hatalmas káosz volt. Ezt meghagytuk, mert ez egy szép növény, ez hibiszkusz, de valószínűleg valami más formát majd alakítok neki. Meg hát ezt a kis szerencsétlen pálmafát is meghagytuk. A hátsó részt, a ház hátsó részét, ezt még le kell festenünk, de most, hogy ez itt eltakarodott, most már hozzáférünk a falhoz, és le tudjuk festeni. Ez a kis fa, vagy bokor, vagy mi ez is meg lett nyírva. Én legszívesebben amúgy kiszedettem volna a kertészre, de Antoni ragaszkodott hozzá. A másik rész pedig ez, ami szintén így körbe volt ültetve ilyen növényeket, de ez is annyira ilyen undorító volt már, meg elbúrjánzott, gazos, nem tudom, és mondtam a kertésznek, hogy vegyen innen mindent ki, a hibiszkusz az maradhat, meg ez a fűszerű, és igazából majd valami fű, ugye ilyen hasonló fűvel szeretném így körbeültetni. Szia, Nolé! De cuki! De szép macska vagy, Sanyi! Nani! Szia! Senti tegyen meg, holnap megyünk az állatorvoshoz. Most megmutatom a teraszunkat, hogy milyen állapotban van, mert hát nagy változások történtek, mióta nem mutattam ezt. Ilyen a kis teraszunk, ez itt a gym részleg, ez itt a pihenő részleg, ez pedig itt a wellness részleg. Itt van a kis cold plunge-unk. Itt szoktuk nyomni, most üres, leeresztettük, meg ki kell takarítani. És föl van szépen rakva körbe-körbe a világítás. Tettünk le szűnyeget. És hát nyilván még szeretnék növényeket ide tenni. Azt valahogy, valahova el szeretném tetetni, hogy ne itt legyen a pingpongasztal. És szeretnék macskáknak polcokat föltenni, macskafát, ilyesmiket. Úgyhogy még ez is így folyamatban van, de már ilyen kis szépen nézünk ki most már. Na mi van, Mici, most jöttél be, fiam? Comes crawling, and I'm all alone. I head for the highway, baby, to please my restless bone, my restless bone, restless bone. Mm-hmm.
Such a handy woman. I'm so proud of you. Yeah. Yeah. Whoa. Oh! Whoopsie. See ya. I'm wondering, should we get something like this? This one is not too expensive. And yeah. And with that, we can go on the roof if we need to, you know? But the thing is that it's less practical. Hát nem mutattam meg minden részletet azzal kapcsolatban, hogy hogy rakom fel az új lámpát. Szerintem 2 óra hosszát elszenvedtünk vele, amíg föltettük azt a kis darab fémet, ami ugye ott tartja a helyén a lámpát. Rémálomnak érzem ezt az egészet, de most már látom az alagút végét, tudom, mit kell csinálni, és szerintem 5 perc alatt föl is rakom. Are you still mad at me, baby? Or don't you care anymore? I know you're so much better than me, but let's not count the score. Let's not count the score. Íme az igazság pillanata. Jól csináltam, vagy nem jól csináltam? Kész vagy? Sikerült! Hát még kell vele égő, de működik. Működik! Kész van a fürdőszoba? Készen állsz? Megmutatom. Oké, ez még nem 100%-ig kész. De már nagyon-nagyon szépek vagyunk. Hello! Ide szeretnék majd egy polcot. Oda is egy képet szeretnék. Ilyen a fürdőkád. Na, megmutatom neked, ilyen fürdőkádat biztos vagyok benne, hogy még soha nem láttál. Ezt így be lehet csukni. Így. És akkor az ember így zuhanyzik. Illetve bele lehet ülni. Így szépen beleülsz. Itt lehet állítani ezeket a jacuzzi dolgokat. És leginkább az ilyen fürdőkádat idős emberek szokták használni. Ugye csak belépnek, és ide szépen leülnek. Hosszú távon mi ki szeretnénk ezt majd cserélni, tehát hogy ezt kivenni és egy rendes fürdőkádat betenni, nagyon sok pénzbe kerül, úgyhogy ezt még nem most csináljuk meg. Majd szerintem veszek még ilyen kis kosarakat, és ezeket majd így ide szépen berakom. És hogy mit teszek oda, még fogalmam nincs, de megpróbálom így csinosabbá tenni. Itt volt egy ajtó egyébként, de úgy voltam vele, hogy nem kell az ide, vegyük ki, és csak legyen egy ilyen nyitott polcrendszer. Éppen most szállították ki az ágykeretet, amit kb. 3 hete rendeltem, és már nagyon vártam, hogy végre itt legyen. Arra gondoltam, hogy ebben a videóban most, akkor rakjuk össze. Mit szólsz? Íme, itt vagyunk. Egy kis barna, ilyen bézs színe lesz. Hát rakjuk össze! Wow, hát ilyen se pipáltam még, hogy minden egyes részecske külön van becsomagolva.
Ez a harmadik alkalom, hogy ágyat rakok össze, úgyhogy már kb. Tudom, hogy melyik részecske mihez illik hozzá. Várjál, szóval, hogyha jól emlékszem, akkor pont ilyen ágyunk van nekünk is, csak más színben. But you just couldn't be bothered. Without the dresser there. Yeah. I feel like there's so much space on the sides of it. Így nézünk ki jelenleg. Hát nem édes? Hát nem édes? Bici. Ennyi fért bele a mai videóba. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál. Hogyha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a csatornámra, hogyha még nem tetted meg. 2 hét múlva jelentkezem, addig is. Szia!